Kedves barátaim, vannak olyan pillanatok a politikában, amikor az olajozottan működő lakálymédia dacára, amikor a mindenre kiterjedő propaganda gépezet ellenére a hatalom megmutatja az igazi arcát. A Paksi Paktum megkötése ilyen pillanat. Az előttem szólók már sok-sok érvet elmondtak. Elmondták, hogy józan ész alapján mekkora felelőtlenség belevágni egy olyan beruházásba, amely évtizedekre eladósítja az országot. Elmondták, hogy 50 évre Oroszországhoz láncolni hazánkat pénzügyileg és energetikailag több, mint bűn, hiba. Elmondták, hogy ez a beruházás soha nem fog megtérülni, ha csak olyan villamos energia áremelést nem vágnak a fogyasztók nyakába, hogy még az unokáink is csillagokat fognak látni tőle. Azt is elmondták, hogy demokratikus vita és a tájékoztatás teljes hiánya mellett parlamenti felhatalmazás nélkül megkötni egy ilyen paktumot világosan megmutatja, hogy mit gondol a hisztérikusan nemzeti konzultáló Orbán Viktor és kormánya az emberek tényleges beleszólásáról a tényleges kérdésekbe. Már csak az a kérdés, hogy miért teszik mindezt. A válasz pedig az, hogy csak. Csak, mert úgy érzik, megtehetik. Mert ez a kormány abban mindig elmegy a falig, ami pillanatnyi hatalmi és zsákmányszerzési érdekeinek eléréséért megtehető szerintük. Ez egy olyan ragadozó kormány, amely az agressziót és a hatalmat önmagáért szereti. Kedves barátaim, nem titok, hogy nekem ez az ügy, a Paksi atomerőmű ügye személyes ügyem. Mint zöld politikus, mint egy zöld párt vezetője, mint ökológus régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Számomra ez nem egy kampánytéma. Régóta beszélek arról, hogy az atomerőmű bővítése rossz választás pénzügyileg, energetikailag, környezeti és biztonsági szempontból egyaránt, hogy hosszabb távon más megoldást kell keresnünk Magyarország energiagondjainak a rendezésére. Zöld politikusként el kell mondanom nektek, hogy az atomenergia ideje lejárt. Hogy mint sajnos oly gyakran történelmünk során megint fordítva ülünk a lovon, és miközben Németország kivezeti az atomenergiát úgy, hogy továbbra is energiát exportál, miközben Dánia a közelmúltban olyan napokat élt át, hogy teljes energiaszükségletét szélerőművekből fedezte, amikor Amerikában sok helyen a nap- és szélenergia piaci alapon megéri, mert olcsóbb, mint a fosszilis vagy atomenergia, amikor már Kínában is kétszer akkora az épülő, megújuló kapacitás, mint a nukleáris, mi akkor, amikor Fukushimában éppen fagyasztják a talajt, hogy elkerüljék a tenger nukleáris szennyezését, mi akkor kötelezzük el magunkat emellett a technológia, az atomenergia mellett, 50-60 évre. Kedves barátaim, zöld politikusként kötelességem elmondani, hogy hazugság, hogy az atomenergia olcsó lenne. Valaha talán olcsó volt, bár akkor is csak masszív állami támogatással, és senki nem tudja ma sem megmondani, hogy a mai magyar államadóság mekkora része a Paksi atomerőmű 80-as évekbeli építésének a következménye. De a fukushimai katasztrófa óta a biztonsági költségek olyannyira megemelkedtek, és ehhez a beruházáshoz a felvenni szándékozott hitelköltsége olyan magas lesz, hogy az az áram, amit ez az erőmű szolgáltatni tud Magyarországnak, kétszer annyiba fog kerülni, mint a mostani. Nem igaz, hogy az atomenergia olcsó. Zöld politikusként kötelességem elmondani, hogy nem igaz, hogy az atomenergia biztonságos. Az a biztonsági szint, amire a szakértők az atomerőműveket tervezik, 20-25 évente valószínűsít egy-egy nagyobb balesetet a világon. És a szakértők, kedves barátaim, nem tévednek. 20-25 évente ezek a balesetek be is következnek. Sellafieldben, Three Mile Islanden, Csernobilban, Fukushimában. És a korábbiakra még lehetett azt mondani, hogy hát ez a kialakulatlan technológia, most tanuljuk az atomenergia használatát. Csernobil után még lehetett azt mondani, hogy elavult orosz technika, rossz kezelőszemélyzet.
de Fukushimában a legmodernebb és legbiztonságosabbnak gondolt fejlett technológia mondott csődöt, és bekövetkezett a katasztrófa. Ideje lenne kimondani, teljes biztonságot csak a bezárt atomerőmű jelent. És még az sem, hisz még nem beszéltem a hátramaradó nukleáris hulladékról, amelynek biztonságos tárolása a nagy aktivitású hulladékok esetében évmilliókig, mindmáig megoldatlan. Zöld politikusként ugyanakkor el kell mondanom azt a jó hírt is, hogy nem igaz, hogy nincs alternatíva. Az energiahatékonyság növelése, a takarékosság nem csak kiiktatja az energiaigény jó részét, és mindezt jóval olcsóbban teszi, mint annak a megtermelése egy atomerőműben, hanem eközben magyar munkahelyeket teremt, a magyar gazdaságot segíti, a magyar vállalkozóknak biztosít munkát. A megújuló költségei meredeken csökkennek, és az atomenergiával és a hazug kormánypropagandával szemben ezek valóban csökkentik a függőséget, nem úgy, mint az orosz pénzből, orosz kivitelezők által, orosz technológiával épülő és orosz fűtőanyagot használó új paksi atomerőmű. Még egyszer el kell mondanom, hogy a paksi paktum szimbólum. A rendszerváltás után 25 évvel eljutottunk oda, hogy ismét Moszkvában döntenek a magyar gazdaság sorsáról, döntenek arról, hogy újabb 50 évre orosz függőségben éljünk. Eljutottunk oda, hogy a kormány teljesen kizárja az embereket a döntéshozatalból. Eljutottunk oda, ahogy előttem ez már elhangzott, hogy ismét távolodunk Európától, és orosz fél, meg azeri egészen diktátorokkal kvaterkázunk. Kedves barátaim, de nem csak ökológusként személyes ügyem mindez. Személyes ügyem, mert apa vagyok. És a paksi paktumban talán ez a legelkeserítőbb, talán az a legfelháborítóbb, hogy negatív hatásaival még unokáink is küzdeni fognak. Most totyogó gyermekeink még felnőtt korukban is fizetni fogják ezt a cehet, cipelni fogják azt a terhet, amit most Orbán Viktor az egész ország vállára tesz. Barátaim, én a fiamra nem ezt akarom hagyni. Én azt szeretném, ha a gyerekeink nem ezért emlegetnének minket 30-40 év múlva. Tisztelt barátaim, kedves egybegyűltek! Vannak pillanatok a politikában, vannak pillanatok a történelemben, amikor nem csak a hatalom mutatja meg az igazi arcát, hanem a hatalom ellenzékének is meg kell tudni mutatnia azt. A mai baloldali ellenzék sok mindenben nem ért egyet, ezt ne is tagadjuk. Én magam is sok mindent másképp látok, mint azok, akik előttem álltak itt a színpadon. De bár sok mindent másképp gondolunk, egy valamiben biztosan egyetértünk. A paksi paktum szimbólum a rövidtávú haszonlesés szimbóluma, a gátlástalan zsákmányszerzés szimbóluma, a demokratikus véleménynyilvánítás elfojtásának a szimbóluma, a szuverenitás kiárusításának a szimbóluma, és igen, vállalom, megítélésem szerint a hazaárulás szimbóluma. Barátaim, lehet, hogy sok mindent másképp látunk, de abban biztosan egységesek vagyunk, hogy Európát választjuk Ázsia helyett, hogy demokráciát választunk despotizmus helyett, hogy függetlenséget választunk szolgasors helyett. Magyarország most nem csak a paksi bővítésről dönt, hanem arról is, hogy milyen országot akarunk építeni. A világban és különösen az energetikában ma forradalom zajlik. Olyan változások folynak, amelyeknek lesznek nyertesei és lesznek vesztesei. Orbán Viktor mindebből semmit nem ért. Múltba révedő, reménytelenül idejét múlt országot kínál nekünk és gyerekeinknek, központosított, kiszolgáltatott, hitelből élő, lejárt technológiákat turkálókból összevásárló vesztes országot kínál nekünk.
olyan összeszerelő országot, ami abból él, hogy hagyja olcsón kizsákmányolni állampolgárait, és hagyja olcsón tönkretenni a környezetét. Ennek a szimbóluma Paks. Pedig ma Magyarország abban a történelmünk során kivételes helyzetben van, hogy mi magunk hozhatjuk meg a döntéseket. Dönthetnénk jól is. Dönthetnénk úgy, hogy kinyitjuk a szemünket arra, ami a világban zajlik, és meglátjuk a jövőt, és annak győzteseivé válunk. Én zöld politikusként egy ilyen országban szeretnék élni. De földön járó, a mai magyar valóságot ismerő állampolgárként pontosan tudom, hogy ezt az országot akkor kezdhetjük el felépíteni közösen, ha előbb eltakarítottuk Orbán Viktor rendszerét. Kedves barátaim, én a holnapot is szem előtt tartva tudom, hogy mit kell tennem ma. Ma mindent meg kell tenni azért, hogy április 6-án véglet búcsút mondjunk az Orbán Simicska rendszernek. Mindent meg kell tennem nekem, mindent meg kell tennünk nekünk, és mindent meg kell tennetek nektek is. És higgyétek el, együtt sikerülni fog. Köszönöm. Thank you.